kiszedjük a madarakat a hálóba, az egyesével bekerülnek egy kis vászon zsákba, és akkor itt például szoktuk kérni a gyerekek segítségét, hogy akkor minden gyerek kap egy ilyen vászon zacskót, és akkor ilyen megmerevett kézzel, hogy nehogy valami, szépen beballagunk a gyűrűző asztalhoz, és akkor ott egyesével kivesszük az zacskóból a madarakat, és a gyűrűző kolléga bemutatja, hogy ez a széncinege, elmesélünk róla mindenféle dolgot, aztán a végén akkor meg lehet simogatni, le lehet fotózni, mindig van madárszívhallgatás, ugye megszoktuk, hogy a szív az úgy, hogy döm, döm, döm. Nem, ez gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen kis elektromos motort hallanánk, bzz, folyamatosan píreg, és akkor nagyon mókás, hogy vagyunk mondjuk 200-an, és akkor mondjuk, hogy mindenki álljon be úgy sorba, hogy a járda szélén van a cipője, 200 ember 25 másodperc alatt rendezett sorban, és akkor hátul megyünk, és oda tesszük az emberek füléhez a madárnak a testét, ott meghallgatják, és ugyanúgy mosolyognak, mint mi most, mert hihetetlen élmény. Tehát erről szólt összefoglalva ez az egész. Szóval akkor kisgyermekes családokat szintén várnak? Mindenféleképpen valaki biciklivel jön, lehet hozni kutyát, tehát hogyha a Bernát, hogy éppen nem akar beugrani a hálóba, akkor nyugodtan el lehet ott. Ugye ez a farkas erdő egy nagyon érdekes rész, hiszen egy lakótelep mellett van, és nem csak erdős rész van, hanem ilyen gazos, nádas, mocsaras rész is, tehát nagyon nagy a fajgazdagság. Ilyenkor 4-5 óra alatt egy 100-150 madarat is foghatunk, akár 10-15-20 fajt is. Na, milyen típusú fajokat? Hát ugye a madaraink egy része elvonul, igen. Egy része pedig nem. Tehát a cinegék azok, mint az agyukba átállítanák egy kapcsolót, hogy jó, akkor egész nyáron ettem a pókot, meg a hernyót, meg a lepkét, meg a bogarat, azok ilyenkor elbújnak, ha találok, megeszem, de egyébként nekem tök jó a napraforgó mag is, meg a cinkegolyó, meg ez az. Tehát pont most megy egy ilyen sorozatunk a Facebookon az etető madara, és emiatt összegyűjtöttük. Tehát Magyarországon potenciális etető látogatója 62-63 madárfajról beszéltünk. Nagyon-nagyon nagy a fajgazdagság, és ilyenkor láthatunk magyarországi madarakat, tehát amik nem vonultak el, és jöhetnek északiak is egészen Finnország, Svédország, vagy akár Ázsiából. És hát mindig számíthatunk arra, hogy beesik már gyűrűzött madár, illetve esetleg valami Mongóliából ide keveredett téli kiránduló, valami extra fizike például. Beszéltünk akkor erről a programról, amelyet nagyon ajánlunk mindenkinek, de beszéljünk arról is, hogy otthon mit tehetünk, hiszen én magam, amióta ismerjük egymást, ugye madárrajongó lettem, és rendszeresen például eltetem a madarakat, én most már kitettem, és járnak is oda hozzám. Korai még kitenni, hiszen korábban arról beszéltünk, hogy majd csak a fagy időszakánál kell elkezdeni az etetést. Általában azt szoktuk mondani, hogy a fagyok beköszöntőre ezek megszűnték, de nyugodtan azt mondjuk, hogy december elejétől, november végétől, március közepén végig nyugodtan lehet etetni, hiszen ez elsősorban nem a madarakról szól, hanem rólunk emberekről, és az ilyen ködös, szürke, nem túl jókedv időben még jobb az, amikor az ember azt látja, hogy 20-30 madár ott nyüzsög az etetőn. Én is reggel is így kezdtem a napot, sőt, még az egérkék is jöttek az etetőre, úgyhogy azokat nézegettem. Azt gondolom, hogy ilyenkor ez a fajta szakszóval ökoszisztéma szolgáltatása a madárvilágonak még fontosabb, egyszerűen mosolcsa az arcunkra akkor, amikor hát az időjárás nem túl kegyes. Na, mit tegyünk bele? Én akkora rajongó vagyok, hogy most karácsonyi ajándékra is azt kaptam a testvéremtől, hogy egy gyönyörű madáretetőt egyébként. Én vásárolok boltban, speciálisan ilyen madár eledelt, de egyébként otthonról mi az, amit összeszedhetünk és belerakhatunk? Hát ebbe a ködös párás időben ilyen főt, meg ilyen kaját nem érdemes kitenni. Hogyha azt tudnám azt mondani, hogy kirakom mondjuk a levesből megmaradt mondjuk, föláldozok egy sárgarépát, főtt krumplit, stb. Maradt egy kis főtrizs. Tehát, hogy azt biztosítani tudnám, hogy a madár megeszi maximum egy nap alatt, akkor ki lehetne ezt is rakni. Mivel azonban most nincs kemény idő, nem olyan nagy a forgalom az etetőkön, ha kirakom ezeket a romlandó dolgokat, tehát bármit, amit hűtőbe rakunk, azt ne rakjuk ki, mert megpenészedik, megromlik, nem, nincs szükségük gyomor és bélgyulladásra. Ugye három fő eleségtípus van, a napraforgó és az apró magkeveréke, az áti zsiradék, cinkegolyó, háj, főzéssel sótlanított szalonna, illetve a gyümölcs, az alma, a legegyszerűbb törődött kicsi alma tökéletesen megfelel, és a negyedik élelmiszertípus, nevezzük így, az az ivóvíz, hiszen ilyenkor nem csak innyunk. Ha gondoljuk, amikor mi otthon mondjuk szotyizunk, akkor ugye mennyire innánk rá. Na most, amikor a madarak egész nap ezt a rengeteg magot, nagyon nagy a vízigényük. A legjobb az ilyen két férfi arasznyi, tehát 40-50 centi és átmérő műanyag virág alátét, ennek pont az átmérője megfelelő, a mélysége 5 centi, ami biztonságos, és ebbe tudnak fürdeni is a madarak, ugyanis a télen csak a vízfürdővel tudják tisztítani.
délután tartani a tolukat. Nyáron ugye van napfürdő, porfürdő, hangyafürdő, meg vízfürdő, tehát télen csak a víz áll rendelkezésre. Egészen elképesztő látvány, amikor mondjuk befagy éjjel a víz, kiveszem a jeget napközben, kint van mínusz 4-5 fok, föltöltöm langyos vízzel az itatót, és a madarak ahelyett, hogy ivással kezdenék, egyből benn pocskorásznak. Úgyhogy az nagyon mókás, mondjuk, amikor 25 év megszáll egy ekkora itatót. No, azt hiszem tovább fokozta az én lelkesedésemet, úgyhogy hazamegyek, és ezt a műveletet végrehajtom, remélem sokan tesznek így. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. És akkor 29-én évbúcsúztató madaretet, és hol, még ezt mondjuk ez el, meg, hol lehet megnézni a programot? Ez a Újpesti Farkas Erdőn, és hogyha bárkit érdekel a részletes program, az mme.hu honlapon megtalál minden szükséges információt. Köszönöm, hogy itt van. Én is köszönöm.